Sziasztok, itt van a nyár, és hogyha eddig még nem vettétek elő a grillt, akkor ideje elővenni, mert isteni finom ételeket lehet készíteni kültéren. De mivel a grillezés az igencsak egy férfias munka, ezért ebbe a hétrészes sorozatba, ami rátok vár, lesz egy állandó vendégem is, mégpedig Magos Zoltán séf. De mielőtt nekikezdünk itt az első résznek, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, ha még újak vagytok, hogy ne maradjatok le a grill titkokról. Így van, először is össze fogjuk szerelni magát a gázkészüléket, illetve a gyönyörű grillt, és aztán megnézzük, hogy hogyan lehet egy komplett vasárnapi ebédet elkészíteni a grillen. Tehát akkor nem csak férfi munka ez a grillezés? Nem csak férfi munka, szerintem női munka is, és nem annyira bonyolult, amennyire esetleg gondolják, nem is annyira kényelmetlen, nem is annyira koszos, és nem is tart olyan sokáig. Akkor kezdjünk is bele, és megmutatjuk most Zolival nektek, hogy mi az a három legfontosabb dolog, amit tudnotok kell, hogyha gázgrillezésre szánjátok magatokat. A legfontosabb kellék ugye a gáz grillezéshez, maga a gázpalack. Anélkül nehéz lesz, bár megpróbáltunk tüzet rakni benne faszénnel is, vagy brikettel, de egyébként, hogyha van gázpalackunk, akkor semmi baj nem történhet. Az a legtisztább. Abszolút. És legegyszerűbb alapvetően. Még annak is, aki nem egy megszokott grillező, mert ha jól tudom, akkor ehhez gyors csatlakozót lehet használni, de neked van ilyened, hogyha én ezt jól tudom, mert te gyakran használsz gázgrillt. Gyorsan csatlakoztatok, igen. Nem, egyébként valóban. Itt van a kezemben, ez egy gyors csatlakozó, igazából egy egyszerű szelep, villámgyorsan lehet vele dolgozni, nem kell hozzá fogó. Szóval mi van akkor, hogyha még nincsen gázpalackunk, mint mondjuk Zolinak, aki évek óta ezzel dolgozik, arra is van megoldás, ugyanis interneten, mobilapplikáción keresztül házhoz lehet rendelni a gázfutártól, de érdemes előre gondolkodni egy-két nappal, mielőtt nekikezdünk a grillezésnek, illetve megveszünk a húst, menjünk fel a netre, megrendeljük, házhoz hozzák, és onnantól kezdve már tényleg nincs más dolgunk, mint nekikezdeni a grillezésnek. Gyakorlatilag ki se kell menni a lakásból. Akkor most nézzük gyakorlatban ezt a gyors csatlakozót, le kell szedni róla a plombát. Van egy fólia rajta, amit le kell applikálni, most kezdjük el, ez az. Ez nagyon könnyen lejön. És aztán azaz, a kupak az rajta maradt, tehát van egy ilyen. És akkor most lehet, hogy én? Van egy fekete perem, azt picit meghúzzuk, rá, elengedjük, tökéletes, működik. Szuper. És ha kinyitjuk, akkor majd itt a nyomásszabályozón látjuk, hogy van is benne gáz, így van. Hagyományos gázpalack esetében a csatlakozót ellentétes irányba forgatva tudjuk a palackhoz csatlakoztatni. Ebben az esetben szükségünk lesz valamilyen szerszámra is, ami jelen esetben egy csőkulcs. Miután kinyitottuk a szelepet, szappanhabos vízzel tudjuk ellenőrizni, hogy nincs-e szivárgás. És ha már mi vagyunk a csatlakozóval, akkor ki kell választani az eszközt, hogy mi legyen a gázcsatlakozó másik végén. Igen. Ugye lehet úgymond klasszikus gázgrill. Itt ez most egy két égősoros gázgrill. Mi a tapasztalatod egyébként, hogy mekkora gázgrillt érdemes választani? Hát ez felhasználástól függ leginkább. Én úgy vagyok vele, hogy kigondolom, hogy vennék mondjuk egy ilyen két gázsoros, illetve egész pontosan igen, két gázsoros gázégőt, lehet, hogy egy három gázsorosat, mondjuk egy picit nagyobbat, mert azért ennek viszonylag nagy a felülete, de amikor az ember nekiáll grillezni, és mondjuk 15-20-an lennénk, mert ugye elférünk, akkor kiderül, hogy ez pici. Na most ez a gázgrill, amellett, hogy klasszikus grillként is működik, ezzel ugye barbecue-zni is lehet, mégpedig azért kiválóan, mert hogy van ez a takarója, ez a fedél, amit le tudunk hajtani. Akkor Zoli, most szabadon foglak, és a következő videóban pedig meg is mutathatod nekünk, hogy kell barbecue-zni, mit szólsz hozzá. Jöjjenek velünk! Most pedig megmutatjuk azt is, hogy mi mindent lehet még hozzá csatlakoztatni ehhez a jó kis gázpalackhoz, mert a gázgrillnél nem állunk meg. Kérem szépen, fogunk készíteni pályáját, tehát pályája sütőnk is van. Bográcsozni is fogunk. A negyedik emeleten, csak hozzátenném, tehát hogyha esetleg valaki nincs kertje, és szeretne, nem fával, de mondjuk kiváló gázpalackkal, gázzal, bocsánat, sütni, főzni, akkor ezt is megmutatjuk, adjunk rá alternatívát. Ezért érdemes velünk tartani a következő videókban is.
És tegyük össze, hogy mi az öt legfontosabb dolog, amit megtanultunk, illetve tudni kell a gázgrillezésről. Jön rögtön az első, nagyon gyors és könnyű a használata, azonnal üzemkész. Igen, és gyakorlatilag ennek a használatával teljesen elkerülhető, hogy valami megégjen, vagy ne készüljön el. Nem kell magunkat bezárni a konyhába, hanem nyáron mi is tudjuk élvezni a kertet, a teraszt, és kint is meg tudjuk főzni az ebédet. És egyébként, mint tudjuk, a legjobb bulik mindig vagy a konyhában, vagy a grill mellett vannak. És természetesen azt sem szabad elfelejteni, hogy könnyű a tisztítása, illetve, hogyha lezárjuk, pillanatok alatt kihűl, úgyhogy nincsen várakozási idő. Hajrá, grillre fel! Holnap pedig indulunk, úgyhogy most kivételesen holnap is érdemes visszanézni a csatornámra, ugyanis elkezdjük az első ételünket, méghozzá a vasárnapi ebédet készíteni, hogy holnap utánra ti is tudjatok valami finomsággal készülni a grillről. Tartsatok velünk! Így van, és hogyha tetszett ez a videó, akkor egy lájkkal mindenképpen ezt jelezzétek nekünk, és találkozunk holnap. Sziasztok! Hello! A videót támogatta a Prima Energia ZRT.